mert a vámpír az férfias rémalak, nappal még néma, vak, és mozdulatlanul a kriptában fekszik. S mostanában mindig azt mondogatja az a hárpia, hogy tőlem nincs már mit várnia. Hogy még a Dracula is inkább kell neki, mint én. Mert az csúnya és öreg szintén, de ha hihetünk a róla szóló kliséknek, ő legalább férfias kísértet. Hát Isten véred, kedves zöldség, ágyás! Ágyás, ágyás! Nélkülem leszel eztán sűrű trágyás! Trágyás, trágyás! Drága illat, mint a szélet gyúkolt tollhoz! Kolhoz. Szóval egy öreg szipirtyút foglalkoztat a helybéli kolhoz. Nála hozzájutatsz egy álvérszipolyhoz. Van itt pár rémálom, egészen szép árom. Él a kriptabús lakója, sírját hagyva hőt lakatlan. Biztos, hogy a nejem holtra rémül, ha meglátja, hogy a ablakban egy rémál. Azt mondja meg, el se akarja még. Hú-hú. Tavaly még meg se kottyan neki egy zsák cement. Nem hinném, hogy azóta öt cement. A sürgött gombolyog, a sonda végzi polyog, de ne vérként szállnak az éjjel át. Ó, ha én szegény gyengenő, ki van szolgáltatva minden aljas cselnek, amit a férfi fejben kovácsolnak? Jaj, de sanyarú a vámpír élet, régen mint a nyaka vámpír élet, ám a kutyába se lesznek, s életlen fogunk.